ez az adás arról fog szólni, hogy milyen Spanyolországban a karácsony. Előre annyit tudok mondani, hogy próbálnak erősen túlkompenzálni. Igen, mert ugye az embernek nincs túl karácsonyi hangulata a napsütésbe. És a pálmafák árnyékában. Na lássuk! Prospero año y felicidad. Torrevieja városában vagyunk, és itt most bejöttünk egy ilyen átlagos sétáló utcába. A városban amúgy több ilyen van, és mindenfele, minden irányba fel van díszítve teljes mértékben a város. Csicsamicsa minden. Látjátok mögöttem a város feldíszített fenyőfáj, de ez nem túl érdekes, ilyen otthon is van ezer. Ami különlegesebb és autentikusabb, azok a feldíszített pálmafák. Csicsamicsa azért, de spanyolos. Ezben a videóban nem lesznek itt nagy történelmi beszámolók és társaik, csak egyszerűen át szeretnénk adni spanyolországi karácsonynak a hangulatát. Úgyhogy le is veszem a kabátot, mert amúgy meg elég meleg van, de tényleg. Ezt tuti csak a kamera miatt csinálod. Lehet. Hány fok van? Hát olyan 19 fok körül van. Rengeteget tűzijátékoznak, de akár átlag hétköznap is, mint de most, hogy így ünnep van, így meg folyamatosan lövik. Mögöttem itt van a városháza, és hát ebből is látszik, hogy egy kicsit túlzásba esnek, hogy értitek, nem elég egy karácsonyfa teraszra, egy teraszra három kell, és van két terasz. Itt is vannak ilyen kirakodós dolgok, de nem olyan dolgokat találunk itt, mint otthon, hogy forralt bor, meg ilyesmi. Itt csúrosz van, meg simán bor, mert nem indokolja semmi, hogy azt felforraljuk, mert jó idő van. Igen, nekem mondjuk ez egy picit hiányzik, de nyilván ízlések és pofonok. Pedig úgy vennék 4000-ért egy 2 deci forralt bor. Most sorba állunk egy makethez, hogy bejuthassunk, de ez nem egy akármilyen makett, egy hatalmas asztalról van szó, ahol többek között a Betlehem is megtalálható ilyen miniatűrben, de még nagyon sok más spanyol életjelenet. Ilyen hosszú a sor, de viszonylag halad, úgyhogy. Úgyhogy megmutatjuk nektek, mert mi már itt jártunk bent, és nagyon izgalmas, szuperül meg van csinálva. Amiből még szintén látszik, hogy kompenzálnak egy kicsit, az az, hogy Alicantéban, képzeljétek el, felépítették a világ legmagasabb Betlehemét, ez a Guinness Rekordok könyvében is benne van, majdnem 20 méterek a figurák, Mária, József, a kis Jézus és a három király, ahogy éppen ajándékot visznek nekik. Tavaly, amikor meg voltunk Malagába, akkor hóágyukkal nyomatták a havat 19 fokba. Igen, és ráadásul akkor szerencsénk volt, mert advent első vasárnapját töltöttük ott, és akkor gyúltak ki először a fények, óriási buli volt az utcán, ennek akkor volt ereje, és elkapott minket így a karácsony. Szelleme. Igen. Ha nem láttad azt az adásunkat, akkor itt jobb vagy bal oldalra felülre belinkelem. Meg azért ide is bevágjuk természetesen. Azért nézd meg a teljes adást. Még egy spanyol sajátosság, ugye nálunk otthon is lehet Mikulás virágot kapni, de mi ezt bent a szobába tartjuk, itt ugye kiültetik, és marbellán is nagyon sok volt ebből. Tavaly attól káprázott a szemünk, hogy mennyit tudnak összeültetni egy helyre. Nézzétek meg ezt is. Annyi Mikulás virágot összevásárolnak ilyenkor, gyerekek. Nézzétek, végig, az ablakba végig, ott az egészben van ültetőik. Szerintem ezek ők a legnagyobb Mikulás virág felvásárolók, hogy én nem tudom, én életemben nem láttam annyi Mikulás virágot egy helyen. Kompenzálok szerintem. Például itt. Hát most nézd, de nézd, ott is vagy. Meg ott is. Hello. Ott is. From the bottom of my heart.
spanyol karácsony szerves része, az a karácsonyi lottó. Képzeljétek el, nagyon nagy hagyománya van. Ilyenkor szinte minden spanyol vesz lottót, még az is, aki amúgy nem szokott és nem hisz benne. Amúgy nem egy olcsó dologról van szó, idén 23 euróttal indul egy szelvény. Magasok szoktak a nyeremények lenni, mert ilyenkor azt sorsolják ki azt a pénzösszeget, ami összegyűlik a lottók vásárlásával. Nagyon szeretnénk mi is venni, de most vasárnap van, és nem találtunk nyitva lottózót, úgyhogy erre majd még sort kerítünk a héten. Hát, ha mi leszünk a szerencsések. Magyarországon isszák a forralt bort, meg a meleg teát, meg ezeket. Itt meg alapértelmezetten kapjuk a jeget az italainkhoz folyamatosan. A vacsora nem karácsonyi volt, egy pizzát toltunk, és sajnos lottózót se találtunk nyitva, úgyhogy az még a héten várat magára. Az a jövő zenéje, viszont ennek az adásnak ennyi. Tartsatok velünk legközelebb is. Hamarosan beszámolunk a teljes spanyol konklúzióról, meg a csatorna jövőjéről. Köszi, hogy néztetek! Sziasztok! Sziasztok! I'm a